Az elmúlt héten Szegeden jártunk, és ha Szegeden járunk, akkor kimaradhatatlan a találkozás Benyik György plébános atyával, a Nemzetközi Biblikus Konferencia elnökével. Ez alkalommal természetesen a karácsonyról kérdeztük, mély gondolatait humorral fűszerezte, és azt is elárulta nekünk, hogy milyen ajándékot kapott idén karácsonyra. Két nagyon kiemelt története van az evangéliumoknak, az egyik a szenvedés történet, minden négy evangéliumban megvan. Ez nagyon közel íródott az eseményekhez. A gyermekség történet, amely csak két evangéliumban, Mátéban és Lukácsban meg, az már az imádkozó egyházban született, és ezt az egész történetet az imádkozó embereken keresztül mutatták be, ezért ebben a történetben rengeteg imádság van, és Lukács, akit hát talán az első feminista teológusnak is lehetett volna nevezni, ő nem csak a férfiak, hanem a nőknek az imáját is betesz, és minden esemény ott ima közben történik, sőt, a Gábriel arkangyal az is imával köszönti Szűz Máriát. Hát én nekem most nincs ilyenem, de van egy ilyen, most kaptam egy ilyen őrangyalt, ami hát nagyon jópofa és vidám, és gondolom a nézőknek is hát nagyon tetszik, de csak akkor tudjuk ezt a történetet fölidézni, hogyha ezt imádságban idézik föl. Tehát érdekes módon Zakariás, aki profi pap volt, és mindig elvégezte a szertartást, mégis itt az ima közbe kapja azt a különleges meghívást, hogy Erzsébet gyermeke fog születni, ez egy rendkívüli hír. Mária és Erzsébet, amikor találkozik egymással, akkor két terhes nő találkozik egymásnál, de ennél sokkal több. Két olyan nő, aki a gyermekét imádság közben várja. És amikor pedig elmenekülnek a megszületés után, akkor Egyiptomba menekülnek egyik legősibb egyháznak a helyszínére, ahol ez a kopt egyház a gyermekség történetet tovább írta, mégpedig imádságokban. És ez az imádságos emlékezés tartotta meg a gyermekség történetet Európában Szent Ferenc alapján, aki megcsinálta a betlehemeket, és azóta is elburjánzanak ezek a betlehemek, mert ebben a naivság, az imádság és annak az Édennek a visszaálmodása szerepel mindig, amelyet nagyon szeretnének minden ember megélni családba vagy családon kívül, mert karácsonykor akkor békének kell lenni, és ezt a békét mindig csak egy gyermek hozza meg, az isteni gyermek, akiért tudunk imádkozni. Én remélem, hogy ezen a karácsonyon is sokan imádkoznak. Ugye őrangyalkám, segítesz nekünk.